ha rettenetesen mélyen vagyok, akkor hallgatom a zenét, nyomkodom az agyagot, és az Istennel vagyok. Nem mondtam ezt még el, és nem is kell elmondani, de az első szerelmem nem akarattal, de tönkretette az életemet. Itt fogok nyugodni, itt Bazilikába ki van fizet. Én szeretem, ha bejövök, tapsolnak. Szeretem, ha kimegyek, tapsolnak. Szeretem, ha szeretnek. Szeretem, ha felismernek. Szeretem, ha odajönnek. Köszönjük az Allianznak, hogy új elektromos autó biztosításával támogatja utunkat. Szervusz! Szia, szia! Ez már hasznos? Minden hasznos. Na helyes. Úgy beszélje, minden hasznos. Jó, rendben van. Akkor most várjál, most kérlek szépen fölveszem a szemügémet. Igen? Ne? Hát, hogyha kibírod, bírod? Ha nem bírod, akkor vedd, csak szeretik a nézők, ha látszik a szem. Ja. Az Andrássy útra megyünk, ugyan már nem balettintézetként funkcionál az épület, ahol minden kezdődött. Igen, ahol igen. Ahol a te színpadi karriered kezdődött. Minden, így van. De azért mégiscsak oda megyünk egy picit nosztalgiázni, ez most nemrég nyílt újra egy hotel, és ha már oda megyünk, akkor beszélgessünk egy kicsit erről a bizonyos kezdetekről, amikor te először az Andrássy úti épület színpadára felálltál. Az megvan a, neked nincs, a pillanat? Nincs színpad. Akkor a igen, felvételi bizottság, balettterem. Igen, felvételi a Nizsinszki teremben volt 1951-ben. És akkor eljött velem a mamám, papám, mivel hogy én 8 és 1/4 éves voltam, 8 és fél éves voltam, és felvettek elsőre, és rögtön úgy vettek föl, ami érdekes dolog, hogy betelt az évfolyam, és engem évfolyam pótlóba vettek föl, hogy a nyáron el kellett végezni az első évfolyamot, vagy az első kettőt, nem emlékszem. Az első két osztályt? Vagy évfolyamnak hívják az osztály, az iskolában van. Az évfolyamban. Elnézést. Tessék, kérem. Elnézést. Balettban van. Na most. De én fiatalabb voltam mindenkinél, gyengébb voltam, vékonyabb voltam, kisebb voltam, de küzdködtem 2 évig, és akkor másodévre vettek föl, akkor a harmadévet jártam, és hát mindenem volt a balett, és mindenem volt az opera, és rögtön elkezdtem játszani a Diótörőben, a fa körül, ma már nincs azt hiszem fa, hogy 5 kislány voltam, aztán a 7 kislány, aztán voltam kiskatona, aztán voltam egér, aztán voltam denevér, szóval minden voltam, ami elképzelhető, elképzelhető volt anno a Diótörőben. Igen, tessék, vettem levegőt. Én vettem levegőt, de simán be tudom folytani. Igen? Ha még nyugodtan nem. Folytasd a mondatot. Mondjad, igen. Hogy itt most arra megyünk? Nem, arra megyünk. Arra, igen. Szóval, hogy a balettból te kiszerettél valaha? Soha. Mert azt tudom, hogy egyszer megsértő, tehát volt, hogy megsértődtél kvázi, ugye persze. A balett intézetre, meg a balett... Nem a balett intézetre, hanem a Pécsi balettba. És azért jöttem el. És akkor tacból lettél színésznő. Azt így lehet mondani? Nem. Inkább úgy mondanám, hogy így hozta a sors. Uh-huh. Tehát... Na, de még nem tartunk ott. Oké, akkor menjünk vissza. Még a balettintézetben, amikor végeztem, az pontosan most van 60 éve. 60 éve végeztem, vagy 70. 63. 63. 60 éve végeztem. Az 60 éve végeztem. Nem, 60-ban végeztem. 63-ban már Pécsről eljöttem. 63-ban volt a Szabó István rövid film. Nem, 61. De hát a legalábbis Szabó Pista. Igen. És a Szabó István, Oscar-díjas filmrendező már,
de akkor még nem volt, együtt végeztünk, illetve ő a főiskolára járt, én pedig a Pécsi Balettban voltam, mint szólótáncos, prima szólótáncos. Uh-huh. Na most, akkor a Te című kisfilmetre felkért, és én dolgoztam, eljátszottam. És utána még játszottam 3 vagy 4 magyar film főszerepét, a Tücsök, a Pénzcsináló, az Aranyfej, ezeket a filmeket, és akkor 63-ban Londonból jöttünk vissza a Pécsi Balettal, ahol én nagyon-nagyon kívülálló voltam egész életemben, mert én a klasszikus balettet szerettem volna továbbvinni, ahogy a 9 évet elvégeztem kitűnő diplomával balra. Igen, és itt meg vagyok. Meg vagy? A templomkert, úgyhogy innen már tudom, igen. Igen, és tehát én nem voltam teljesen oda, mint a többiek, a modern balett. És Pécsen csinálták meg a modern balettot. De még akkor sehol nem láttunk, soha nem láttunk modern balettet. Bezsárról hallottunk, kim voltunk Bayreuthba, és megnéztem, amint Pécsi Balettel megnéztük, és akkor elájultam, hogy mi a modern balett. De itt még azt nem tudtuk. Ek Imre vezetésével voltunk, és ő talált ki nekünk mindent. Ő egy csodálatos koreográfus volt, és egy csodálatos vállalkozó ember, aki most így mondják, hogy kihívás, de én ezt utálom. Tehát ő el tudta hitetni velünk, hogy mi a csoda ebben a modern balettben. Ma már mindenki tudja, hogy a csodák csodája, és mindent lehet benne csinálni. És az óriási dolog, tehát nincs megkötve a koreográfia sem. Tehát nagyszerű volt, szép volt, jó volt, és eljöttem. És amikor eljöttem, akkor még forgattam egy évig, és utána mentem a színművészeti főiskolára, ahol felvettek, és tessék, mondjam. De ahol felvettek, igen. Ahol felvettek. Még fönt maradt a hangsúly, csak feltettem, hogy így időben majd valamikor szeretnék egyet kérdezni. De nem, nyugodtan kérdez, csak menjél lassan, mert fel... Itt van egy kamera, tudom. Igen, lefényképeznek. 43-mal megyek. Nem jó, 40, 40 kell. 40. Itt 50-es tábla van. Nem, nem. Most azt írja a kocsi. 40. Hát a kocsi, butus! Rosszul tudod? Rosszul. Jó. Na most. Szóval, hogy ha visszakanyarodhatunk a Szabó István filmre, és én ezt azért mondtam a 63-ot, mert ez fellelhető, ez a kisfilm, ez egy 11 perces kisfilm YouTube-on. És ott 63-at jelölnek meg, de igazából mindegy, 60-as évek eleje. 61. És akkor 61, legyünk nagyon pontosak. Elvégre balettból jövünk. Így van. Mármint, hogy te. Igen. Szóval, hogy én úgy tudom, hogy Szabó István téged a színpadon fedezett föl. Igen. Alapvetően ott nézett ki erre Semmi a szerepre. Semmi Nyitány volt a bemutatkozásunk, éppen nyilvános főpróbánk volt, amikor ő ott volt. Na, és hogy ez egy abszolút 11 perces, totál főszerep, hiszen végig téged látunk, és én azt gondolom, hogy talán nem is alakulhatott volna jobban a te debütálásod a Vásznon. Nem tudom, hogy ezt te így érzed, de mert olyan sok arcodat mutatta meg az a 11 perc. Azt is megmondom, mert ma már meg lehet mondani, hogy ez mint a Szabó Pistának köszönhető. Hmm. Ő találta ki, és a Vámos Tamás, mint operatőr, vette az egészet. Tehát ő neki köszönhettem azt, hogy engem bemutatta. Gyakorlatilag olyan volt ez, mint egy itt vagyok, Esztergályos Cili, nézzétek, ezt tudom. És 11 perc alatt beléd szeret a kamera, beléd szeret a vászon, és hát beléd szeretett a szakma, mert onnantól kezdve észrevettek. Igen, nem? Édes vagy, kedves hát vagy. Hát vagy, ez most, ez nem kedveskedés, hanem tényleg de, kedves 2023-ban, 60 évvel később is hat. Igen, ez a igen. De ez az ő tehetségüknek, meg az én mondjuk plastik. Mint egy plastika, mint egy agyag. Voltam. Alapanyag. Igen, igen.
hozott anyagból ezt lehetett kigyúrni. És mit látsz te ezen a hozott anyagon, ha mondjuk ma megnézed? Nem tudom, mikor láttad utoljára ezt. Mindig megnézem. Tényleg? Igen, sokszor. És szeretem. 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 Szereted azt a kislányt, ha mondhatom? Persze, és mi minden lehetett volna utána Szabó Pistával, hogyha esetleg tovább dolgozunk. De nem dolgoztunk soha többet. Ezt ő is tudja, hogy miért, én is tudom, hogy miért. Én, hát csak nem képzeld, 60 év után elmondom, majd 90. Soha nem lehet tudni. Én 90 éves koromban esett. Okay, rendben van. Rendben. Nem biztos. 10 nem év múlva biztos. Találkozunk. Ne, jaj, Istenem, drágám. Hogy vagy te ezekkel az évekkel amúgy? Mert hogy idén egy ilyen kerek év van. Igen. Én a 80-as évedet így, ülöd. Így van, ülöm. Ülöd, állod. Igen. Fekszed mindenedet. Nagyon szép dolgok jöttek idén. Dörner Györgynek köszönhetem, hogy egy utalomjátékot talált ki, és Vajda Katalin írta a darabot, Nagy Viktor rendezte az Új Színházban. Az volt a baj, hogy négyszer játszottuk összesen, és becsukott a színház. Felújítás. Mert nem, hanem egy szállodát építenek a színpad falához, és hát így nem lehet játszani, próbálni. Várunk szépen, csöndben, és kivárjuk a végét. Isten segítségével lesz színházunk. Nem úgy volt, hogy idén évvégén tudtok újra játszani? Úgy sem válaszolok neked semmire. Semmire nem válaszolsz? Nem. Miről fogunk? Hogy fogunk beszélgetni? Mindenről. Csak elmondom csak neked. Nem, jó. Hát csak elmondom, hogy na, erre fogalmam nincs. Jó, szóval akkor nem azért. Elmondom neked, hogy volt társulati ülés, ahol a Dörner György és a Nagy Viktor közölte, hogy úgy néz ki, hogy novemberben elkezdünk ismételni a darabokat. Én 5 darabban játszom, abból 3 száz oldal, a másik 2 nem száz oldal. Imádom őket, én nagyon szeretek játszani, doktor úr, kérem. Én nagyon szeretek élni, és nagyon szeretek játszani. Én nagyon szeretem az életet, és szeretem az embereket. Az impulzív, miket mondok? Impulzív embereket, akik hatnak rám. És kinyílok, mint egy rózsa. Kiszállok, azt hiszem. Nehogy, miért a saját hatásod alá kerültél? Hatás, igen. Jó, akkor gyorsan beszúrok egy kérdést, nagyon gyorsan. Mi kell ahhoz, hogy valaki hasson rád? Mert azt mondod, az kell... A szeretet. Ahogy szeretsen. Ahogy rám néz. Igen, ahogy rám nézel. Ahogy érdeklődve rám nézel. Hát persze, hogy kinyílok. Hát ez csak vissza. Csak a bicska nyújjon. Nem. Ha valakivel úgy vagyok, mert van olyan, természetesen nem szeretem az egész világot, hát akkor oda soha többé nem megyek. Pritty, fordulás, kész. Hát igen, ez neked igen. Megy. Tehát, hogy te azért tudsz zárni, tudsz nemet mondani, tudsz lépni, tudsz tovább lépni, kilépni, nem? Hát, de nem örömmel, nem örömmel, mert azt szokták mondani, hogy maga mindig mosolyog, de miért sírjak? Ha a világ dolgaival nem tudok, a világ dolgaiba nem tudok beleszólni, ha belehalok, akkor sem, tehát nem tudok változtatni. Tehát, ha így ülök, és azt mondom, hogy nem bírom, akkor is ez van, és ha azt mondom, hogy megpróbálom az életemet, körülöttem lévő emberek, puszi! Igen, ez a sem. A körülöttem lévő embereket jóra késztetni, imádok segíteni, imádok, most az egyik orvos, elmondom, aki megmentette az életem, dr. Sződi Róbert. Aki a csípődet. Aki a negyedik operációmat végezte el, mert mindenki lemondott rólam, és ő azt mondta, hogy én megmentem magát. És ez óriási dolog, mert az előző 2 orvos azt mondta, igazgatók voltak, hogy már hány éves? 79. Hát és?
Hát akkor járunk kereten. Ez a mit akar még? Igen. Na de volt ennél még szörnyűbb, ez is szörnyű, na de hogy el ne felejtsem, és ő mondta, tegnap vagy tegnap előtt beszéltem, mert segítek mindenkinek, akinek szüksége van arra, hogy legyen kettő zweibál lába, és van ez a csodálatos sebész professzor, akit főorvosnak kell hívni, mert nem szereti, hogyha professzornak hívják, ő megmenti a világot. És azt mondta, hogy mi maga? Maga a színészek, táncosok, mert táncos is van, táncosoknak a védőszentje. De hát én, ja, mert küldesz hozzá mindenkit, akinek elromlik a... Hát hogyne? Hője. Hát én nekem segített a császár Angéla, uh-huh. akivel együtt végeztem a színművészetén, és úgy segített rajtam a Sződivel, hogy őt... Hogy mutatta. Ő ajánlotta. Uh-huh. Hát ilyen. Igen, azért, igen, mert hogy mi is várunk rád pár éve, amikor megkerestünk először, hogy igen, meghívjalak igen. ebbe a műsorba, akkor ugye pont akkor voltál rosszul a csípődel, igen. és mondtad, hogy éppen most ilyen fájsz, igen. beavatkozásokba igen. vagy stb. Igen. Szóval, és az arra gondoltam, hogy én nem tudlak téged elképzelni láb nélkül. Hát úgyse, bár elég jó, most de idézőjelben. Úgy, hogy te ne kapd a nyakadba a lábadat, meg igen. úgy, amit tudod, mert hogy te vagy az, aki ből ömlik az energia és a dinamizmus. Igen. Na most ennél nagyobb, megmondom őszintén, van nagyobb büntetés, még betegebb. De az, hogy aki a testéből nem csak az, hogy él, az is egy, igen, testéből éltem. Ja, testemből éltem. De az, akinek a világ teteje a mozgás. Tehát nem képzeltem el, hogy én nem tudok futni, hogy én nem tudok... Azt tudtam, hogy 80 évesen már nem kell emelgetni az embernek a lábát. Még egészségesen 10 évvel ezelőtt operálták az első, így mondom, első lábamat. Az zseniális volt. Akkor 10 évvel ezelőtt az irgalmas kórházban volt igazgató főorvos, és mind a két lábamat ő operálta meg zseniálisan. Tehát, de onnan ő elkerült sajnos, és mások lettek helyette. Tehát ez nagyon nagy büntetés, mert én nem is akartam megszólalni. Tehát én színészi pályát, hogy én beszéljek, és a beszédemmel tudjam elmondani mindazt, amit a testemmel tudok elmondani, elképzelhetetlen volt számomra. És aztán jött Szabó István. Jött Szabó. És felfedezett téged a kamerának, ami egy nagyon szép átmenet volt tényleg, mert ugyan hallani a hangod, de nem sokat, és ott a test beszél, és a mozgás, a kecsesség beszél ebben a filmben, és milyen jól állt ott is már a rövid haj, ugye? Akkor mennyire divat volt én ez. Én csak azt, hogy így igen, hoztam. Igen, ilyen egészen rövid. Képzelj el most, 80 évesen, hogy néznék ki, mint a bágyarém. Amikor feljött a szén. Hosszú hajjal, vagy olyan röviddel? Ilyen röviddel. Hát nem, hát fiatalon lehet. Az merült föl bennem, így mondott, hogy ugye a tested, az önkifejezésed elsődleges eszköze a tested, mint igen. ugye minden táncos igen. és színész igen. embernek. Hogy volt-e olyan az életedben biztosan, hiszen mindenkinek van, amikor valahogy így szétkapcsolódtál a testettől, amikor haragudtál rá, amikor soha. Nem úgy működött, Nem volt. De, hát én nem születtem nagyon-nagyon, egy páram vannak, akik zseniknek születtek, mint balerinák. Én nem az voltam. Én nekem rengeteget kellett dolgoznom ahhoz, hogy elérjem azt a szintet, ahol végeztem a baletban. De nem, én és meghallom szokták mondani, meghallja a kislány a zenét, és rögtön táncol. Én nem, a lelkem, uh-huh. Most kerámiázom, most már 23 éve, vagy festek, az csak 16 éve, és mindig nagyon szeretem a modern
zenét is, de a klasszikustól elrepülök. És mindig kérdezik, hogy miért csinálsz mindig ilyen fenkölt, meg ilyen, hát mert operákat hallgatok, meg balettzenét hallgatok, arra nem lehet úgy megszólalni az agyaggal sem. Hát remélem, hogy majd felfedeznek. Tehát neked akkor is táncolt a kezed, meg mindened, amikor interjút adtál mindig, tehát akár valahányszor láttalak az elmúlt évtizedekben, mindig táncol a mindened. Tehát lehet, hogy ülsz egy helyben és beszélsz, de táncolsz közben, nem? Köszönöm. És ha már amúgy ez a képzőművészeti vonal, amit itt ugye a legutóbbi karriered, hogy én itt felfedezek egy nagyon szép mintát abban, ahogy a táncosnő némán a testével a zenére kifejezi magát, egy nagyon kötött, nagyon szabályozott műfajban. Jön a színészet, ami már egy picit kevésbé szabályozott, teret ad sokkal több improvizációnak, megszólalsz, kiszélesíti az önkifejezést, és akkor jön a képzőművészet, ami meg a teljes szabadság. Igen. Tehát, hogy itt te fokozatosan szabadultál föl a művészetedben. Igen, igen. Igen, és ezt nagyon-nagyon köszönöm az Úristennek, hogy ezt nekem adta, mert hogyha rossz kedvem van, ha nincs úgy dolgom, ha nem tudom magam, ilyen nincs, hogy nem tudom magam elfoglalni, akkor rögtön elkezdem az agyagot. És kísérletezek, én mindig kísérletezek, tehát nyomkodom, és akkor ami kijön, úgy hagyom, mert akkor ő úgy szeretne élni. Úgy született. Igen. Jéj, de azt gondolom. Most hirtelen ott vannak. Kamera. Igen, igen. Felfedeznek minket, hallod? Jaj, de jó. Elfelejtettem, hogy itt kamera van. Az jó, az a lehető legjobb, amikor elfelejtettem. Van egy nagyon kedves, azt kell mondanom, hogy barátnőm. Fazekas mester, Hadigfalvi Andrea. 23 éve segít engem. Tehát amit technikailag muszáj, nem lehet mindent úgy, ahogy én gondolom, akkor ő megzabolázik engem. És megcsinálunk mindent. Most ugyan felrobbant, eddig nem robbant föl. Azt hiszem, 23 év alatt a égetőbe nem robbant föl. Most robbant föl, ja. De lehet, hogy az agyag olyan. Ezt is ő tudja majd, elmondja mitől? Nekem. De nem zavar, mert 283 ezret készítettem, mondjuk így, hogy ne csináltam, hanem készítettem. De szóval imádom, és hogyha tönkre megy, vagy, ja, hogy azt akartam mondani, hogy mindent kísérletezek. Tehát én nem azért csinálom, hogy kész legyen, és én alkotok, hanem érdekel. Olyan, mint egy szerep. Ha nincs úgy szerep, akkor van ez nekem, amit ki lehet bontani. Imádom. Ah, és terápia. Az biztos. Terápia. Hát, ha rossz kedvem van, ha a jó kedvem van, akkor az természetes, hogy örülök mindennek. De ha rettenetesen mélyen vagyok, akkor hallgatom a zenét, nyomkodom az agyagot, és az Istennel vagyok. Istent, kinek köszönheted azt, hogy hiszel benne, hogy része maradt lett az életednek, a családból, hogyan alakult ez benned, ez a hit? Hát, készen kaptad, megtaláltad? Hát kaptam a mamáéktól, mamának hívom az édesanyámat, mama-papa, mamáéktól természetesen imádkoztunk esténként. Majd reggelenként. Ők, mamám, papám nem annyira foglalkozott velünk, mert mindentől féltett. Gyerekorvos volt, és imádott, és mindentől féltett. És most így öregen megértem őt, hogy ő egy örök gyerek volt, van, lesz. Hogy igen, a hitem, hát az mindenen átsegít.
És hogyha rossz dolog történik, ő tudja, hogy miért. Az biztos, hogy a túlélés záloga volt, mert azért rossz dolog történt. De rengeteg. Azért neked volt egy nagyon kemény 20 éved, amikor nagyon szerettél volna anyuka lenni, és nem sikerült. Igen. És azt megelőzően volt, tehát hogy erről beszélsz, és vállalod az életednek ezt a történetét csak, is. Csak azt szoktam mondani, hogy öreg vagyok már, hogy ilyenkor már nem a gyerekről, hanem a déd gyerekemről lehetne beszélni. Igen. Csak hogy az nagyon érdekes, és nagyon szép, ahogy ez alakult, és én úgy tudom, hogy a te mamád, az anyukád volt, aki azt a mondatot, aki szintén egy istentartalmú mondattal segített neked azon túllendülni, hogy el tud engedni ezt a gyerekkérdést. Hát muszáj volt, mert azt mondta, 40 éves vagy, Cilike, nincs tovább. Eddig próbálkoztál, adjál hálát az Úristennek, hogy nem mentél tönkre bele, vagy nem történt valami bajod, hogy nem lett valami olyan kellemetlen dolog nem történt veled, kellemetlen, rengeteg dolog történt velem. Ami maradandó. De mindig maradandó minden. Csak az ember fel tud, mert az ember rossz lány, aki fel tudja használni a színpadon azokat a őrületes fájdalmakat, amiket átélt az életében. És akkor te ilyet is tudsz? Hát emberből vagyok, persze. Igen, csak olyan, annyira szép ez valahol, és olyan szomorú is, hogy az ország téged, az ország széles közönsége téged óriási mosollyal ismert meg. Így van. És közben mi minden dúlt ott bent a sötétben? Igen, de nem érdemlik meg. Azok, akik hisznek bennem, akik kérdeznek engem, akik a szeretetemből táplálkoznak, hogy lehet tovább lépni az életben, akkor azokra nem szabad rá telepedni a rosszal. Hát nem szabad. Értem. De közben meg az is van, nem, Cili? De várjál, de igen? Soha nem mond, lejjebb mentem baj most. Nem, egyáltalán nem, ez betölíti az egész. Jó, mert a lumbáhó most. Jó, lejjebb toljuk egy kicsit? Mert nem, is... én lejjebb jó. Mentem, mert derékszögbe sem esik jól ülni. Hogy nem mondtam ezt még el, és nem is kell elmondani, de az első szerelmem, 18 éves koromban kaptam meg Pécset, egy nagyon nagy színész volt, és ő hát nem akarattal, de tönkretette az életemet, de az ember még butácska 18 évesen balerinaként. Ne a mai 18 évesekre gondoljál, hanem ezelőtt 60 évvel, 63 évvel, hogy nem akart tőlem, mondta, hogy ő nem akart gyereket, és nem veszel feleségül, de ezt nem mondtam a mamáéknak természetesen. Szóval, és utána négyszer voltam áldott állapotban, a Pécsi Balettban, reggel itt voltam a Baross utcában, majd vonatra föl, és este előadás volt. A Baross utcában a klinikán? Klinikán. Hát persze, hogy nem lehetett gyerekem aztán, tehát tönkretettem magam teljesen. Hát. És akkor van a kerámia, amiben bele lehet gyúrni, meg voltak a szerepek, amiben nem, szintén bele lehet gyúrni, de ezt a sok fájdalmat. Így van, de nem akarok senkinek rossz kedvet, én jó kedvűen szeretnék élni, de hát túl kell élni. Aki akarja, túléli, aki nem akarja, az választ mást, megoldja az életét úgy, hogy nem az, hogy elmegy, hanem azt akartam, hogy kölcsönkér gyereket. De volt olyan, láttam Görögországban, két testvér, láttam, ikrek voltak, az egyiknek sikerült gyereket szülni, és odaadta a testvérének. És nem tud róla senki.
Hát ez igazi önzetlenség. Hát persze. Igen. Hát persze. Igen. És neked is lett családod, és amikor olyan szépen tagolt két részre a te életed, hogyha ránézek a házasságokra, a gyermektelenség és a küzdelmek éveire, és a férjed, aki mondanám, hogy mostani férjed, de hát már nem tudom hány éve férjed. 39. Na, majdnem 40 éve férjed. Doktor aki... Fonyódi Péter, de amikor hozzámentem, még nem volt doktor. Pszichológia és kommunikáció tudomány köszönöm doktora? Köszönöm szépen, igen, úgyse tudtam így elmondani. Na, szóval, hogy ő vele viszont érkezett család az életedbe, és ez jó ütemben, mert addigra már elhangzott ez a beszélgetés köztet és édesanyád között, hogy ezt Cili el kell engedni. Igen, persze. Ez nincs megírva neked, stb. Igen. És aztán kezdődött egy új élet, és ott lett egy család mégiscsak. Igen, és drágám. Megtapasztaltad, nem? Persze, 9 éves volt Berni, amikor 5 9, évre kerültetek? 9 éves volt. Na, akkor egy azért... tüneményes, igen. Gyönyörű, édes, drága gyerek volt, szeretett, igazán szeretett, de a családban is a testvéreimnek a gyerekei mind szerettek, de hát most mit csináljak? Hát de ebben a korban már egy nagynéni van, hogy úgy mondjam, teher. De. Miért? Hát te kér, mert mindegyiknek van családja, mindegyiknek megvan a saját dolga, saját élete, saját problémája. Hát a nagynéni, az persze jó, mert el szoktam hívni őket külön-külön, mindegyik családból van 6 gyerek, unokák, és akkor elhívom külön-külön őket, és akkor ebédelünk együtt, beszélgetünk, de ez egy nagynéni, de én, igaz, de ma már nem sírok ezen, de régen ezen sírtam, hogy nagyon-nagyon. Na, az a zöld, az hova mutat, nem neked? Az arra, én jobbra megyek, igen. És tettem az indexemet, lehúzódom, hogy akkor ki tudnak engem cserélni, nem, kicserélni nem fognak, remélem, hanem kerülni. Szóval itt laktunk 56-ban, amikor volt a forradalom, mi a Jurányi utcában laktunk, ahol a Szénatérnek a igen, összes... Igen. Összes háborúját láttátok. Nem láttuk, mert a pincében voltunk. Igen. És a mamám 57 márciusában ide elcserélte a lakást a Szív utca 12-ben. Mm. És itt laktunk, és innen jártam én ide a balettintézetbe. Megkerülhetetlen az életedben a Família Kft. Téma. Imádtam. És tudom, hogy imádtad, és tudom azt is, mert mondja a Csonka Bandi, hogy te vagy az egyik motorja még annak a társaságnak, tehát hogy ti még összejártok. Igen, most is, 28-án találkozunk, igen. Hogy ez hát egy korszakalkotó dolog volt, az első ilyen ebben hát a képzeld el, hogy a Nemzetit ott hagytam a Família miatt. Tudom, mert ott választanod kell. Kellett választanom, mondta az igazgató, meg a főrendező úr, hogy Cili, kettő nem. Hát nem tudták, hogy mi ez. Uh-huh. Nem tudták, hogy ez a sitcom komédia, mi ez, mi lesz. És ahogy akkor légy szíves, válasszál, mert nem lehet a kettőt. Uh-huh. És azt mondtam, hogy a sorozat. Kerényi mondta, hogy maga televízióra született. Mondtam, jó van, így van. Itt fogok nyugodni, itt Bazilikában ki van fizetve. Azt hallom, hogy előre kifizette 70 évesen a... 2004-ben. Persze, mamáékkal együtt, persze. Miért? Hogy ne mondja senki, ez így megoldott, kitemeti el. Olyan drága már. Nem a családomra gondoltam. A közönségre, a színházi szakmára? Nem, nem. Egyáltalán. Ez olyan szép és olyan kegyes. Família. Famíliát imádtam. Imádtam reggeltől estig, de azt is megmondom, hogy miért. Szurdi Miklós és a Gáth György felkerestek, és... Nem itt a következő. És... De nem tudsz visszamenni. Majd valahogy megoldom. Oké. Okay. Ez is lehet, hogy egy nagy kört fogok menni. Jó. Megoldom. Tehát...
Szurdi Miklósnál és Gál Szurdi Györgynél Miklós, tartott. Gál Györgyel találkoztam. Én azt hiszem a Gellért szálló presszó, vagy cukrászdájába, ez már is olyan fenkölt volt, és azt mondták, hogy szeretnének egy sorozatot indítani, aminek én vagyok a főszereplője. Ennél jobb belépő hát nincs. Ez nekem. Igen, nekem. Igen, van, akinek nem. Nekem igen. Én szeretem, ha bejövök, tapsolnak. Szeretem, ha kimegyek, tapsolnak. Szeretem, ha szeretnek. Szeretem, ha felismernek. Szeretem, ha odajönnek. És azt mondta nekem, vagyis hogy a kolléganőmnek a Csonka Bandi, hogy az az ikonikus eddig, igen, hogy azt te rögtön összed bele a szerepbe. Igen, de nem mondható pontosan így, mert mindjárt mondom, a Gyarmati Líviának a filmjében volt először, hogy eddig vagyok veled. Tehát egy kicsit én, egy kicsit te, ebben volt, és ez valahogy úgy jött, és akkor ez maradt, és ez remek dolog. A Gáttól tanultam azt, hogy valami emblematikus mozdulatot, vagy egy szót kell használni, és akkor a 100 év múlva is még mondják, hogy jaj, tudom. És ez mennyire vált, ez az eddig-eddig dolog neked részeddé, mint Esztergályos Cecília? Hát inkább úgy, hogy mások jeleznek, kukások jönnek. Hát tudja, hogy meddig vagyok, mutassa már! És akkor mutatod? Igen. Igen, mert én szeretek játszani, mondom. Ja, igen, mert hogy azt mondtad az apukádról, hogy ő gyerek volt, van és lesz, és igen, én ezt benned is érzem. Igen. Hogy te megőrizted a gyereket. De nem én őriztem meg, hogy így születtem. Igen, de hogy nem, olyan sok felnőtt emberen látom, érzem azt, hogy elvesztették a kapcsolatot a bennük élő gyerekkel. Mert nem is akarják megtartani. De hát én... De neked sikerült. Hát Danál, legszívesebben így ugróiskoláznék, de nem tudok ugrálni. Persze. De hát voltak ilyen színésznők, a Dajka Margit, Kismanyi, Psota Irén, Töröcsik Mari, Rutka Éva, hát azért ne felejtsük el ezeket. Ezeket a, hát mi nem felejtjük el, de szörnyű, hogy elfelejtik, borzasztó. De nem baj, ez se baj, ezt erre is rájöttem. Elfelejtek, nem baj, ne bízz. Annak, hogy te 10 évet... odaadtál az életedből, a pályádból, örömmel és dalolva egy sorozatnak. Igen. Van köze szerinted, hogy mondjuk például az elismerések ütemezése, az úgy alakul... 30 évig kellett várni. Hála Istennek, de megkaptam. Kérlek szépen... 18-ban kaptál Kossuth díjat, 13-ban lettél kiváló művész. Igen, de előtte... 30 évig 30, sem? Pont 30. 30. 82-ben voltam érdemes. Na, itt a táljában a Miss Arizona, jaj, de szerettem, Istenem. Boldog idők, hát most láttam éppen egy dokumentumfilmet, de nem térek ki rá. Idősebb hölgyek találkoztak, akik dolgoztak gyárba, hogy az volt a világon a legboldogabb idő. Hát azért volt, mert fiatalok voltak, együtt voltak, és mindennek tudtak örülni. Tehát, hogy még csak mielőtt kiszállunk és oda battyogunk a balettintézethez. Hát innen, Cilike, nem megy. Nem? Akkor itt megállunk, és itt odaintegetünk neki. Úgy, így jó? Az... Ilyen. Szuper! Ezt gondoltam. Akkor Cilikét nem vesszük ki az anyósülésről, hanem itt hagyjuk. Mit akartam? Ja, még vissza akartam egy pillanatra térni arra, hogy a 30 évet kellett várnod. Igen. És hogy azt mennyire bosszantott ez föl? Nem bosszantott, mert annyira tele volt az életem mindennel. Tehát 82-ben volt a Miss Arizona, 84-ben jöttem el a táliából, mentem a Nemzetibe, 89, annyit játszottam, és olyan remek szerepeket játszottam, és fiatal voltam, mással voltam elfoglalva, az életemmel, a szerelmeimmel, a szerelmemmel. Hát mindig az olyan csodálatos volt, amikor az ember kijött a színházból, és játszott egy jót.
nem mondtam soha életemben, hogy júj, most aztán jó voltam. Nem, de jó darabban, jó szereplőkkel, és kijövök, és vár az, akit szeretek, hát ennél több nem kell. Nem, és még nagyon-nagyon sokáig kívánom neked, hogy várjon az, aki szeret, és lehessen jókat játszani. Színpadon is, meg színpadon kívül. Köszönöm, kész! Hát, nagyon köszönöm! Jól érezted magad? Isten ilyen! Nagyon örülök!